Elkezdődött a őszi időszak a parlament életében. Sajnos ugyanott folytattuk, ahol idén nyáron abba hagytuk. Orbán Viktor és társai folyamatosan hazudoznak a parlamentben, kommunikációs trükkökkel verik át a magyar népet, szidalmazzák az ellenzéket. Természetesen én és az Igen Szolidaritás ebben nem veszünk részt, ezt elítéljük. Érdemi törvényjavaslatokkal, határozati javaslatokkal fogjuk azt bemutatni, hogy mit kellene csinálni a kormány helyében. Orbán Viktor tegnap a parlamentben belengedett egy csomó, hát általa komolynak gondolt adományt a népnek. Én erről azt gondolom, hogy ez fölháborító, hogy 12 év kormányzás után ott tartunk, hogy a választási évben ilyen toldozásokat, fordozásokat csinálnak. Nem ezt kell tenni, föl kell emelni a béreket, a minimálbéreket föl kell emelni 250 000 forintra. A nyugdíjakat nem adományt kell adni, hanem föl kell emelni a minimál nyugdíjat 150 000 forintra. A családi pótlékot föl kell emelni 50 000 forintra gyermekenként. Az egészségügyben dolgozóknak, a rendvédelemben és az oktatásban is minimum 350 000 forintos nettó fizetést kell adni, mert ilyen infláció mellett, ilyen gazdasági körülmények között, amit a Fidesz állított elő, ennyiből lehet megélni. Az ISZOM ezt fogja képviselni, illetve most is ezt képviseli az országgyűlésben. Úgyhogy kövessétek továbbra is a parlamenti naplót és a tevékenységünket.